Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie. Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Az évközi idő 23. vasárnapján Szent Lukács evangéliumában Jézus, a nagy mennyei provokátor, már megint egy végtelenül izgalmas kérdést feszeget. Nyilván magát, a perikópát, illetve a jézusi tanítást sok oldalról meg lehet közelíteni. De van egy, ami valahol a 20. 21. század embere számára különösen fájdalmas. A csapból is manapság az elkerülés, a megelőzés kultúrája folyik. Valahol a magatartásunkat szeretnék átprogramozni, nyilván természetesen okos módon arra, hogy az esetleg ránk váró nehézségeket, akár egészségügyi vagy gazdasági problémákat megfelelő óvintézkedésekkel próbáljuk megelőzni, próbáljuk meg elkerülni, és nyilván ezzel együtt kiiktatni az ember életéből a szenvedést, a nehézségeket, a problémákat, próbáljuk meg ezeket lehetőleg minimálisra redukálni. És olyan érdekes, de a Krisztus követésében Jézus nem azt mondja, hogy aki követni akar engem, az gondosan válogasson a keresztek között. Találja meg a számára legkényelmesebbet, amelyik legjobban felfekszik. Nem azt mondja, hogy aki engem akar követni, az gyorsan lépje át a keresztjét, és úgy kövessen engem. Nem arra szólít fel, hogy kerüljük meg ezeket, hanem arra, hogy bátran nézzünk velük szembe, vegyük föl a keresztünket. Legyünk hajlandók hordozni azt, és így kövessük őt. Maga a szentírási kép is rendkívül erőteljes, hiszen a kor egyik legbrutálisabb kivégzési módjakor a kereszt függőleges szára többnyire a helyén volt, csak a viszintes szárat kellett az elítéltnek magának, azt a jó súlyos gerendát, többnyire a megelőző megszégyenítések, kipellengérezések, büntetések után még vállára véve a vesztőhelyig elcipelni, hogy ott feszítsék majd fel. Amikor Jézus a kereszt hordozására hív mindnyájunkat, akkor azt mondja, hogy bizony vannak az életben olyan problémák, amikkel nem mindig tudunk előre számolni, amiket nem tudunk megtervezni, amit nem tudunk kézben tartani, ergo nem tudjuk kiküszöbölni, nem tudjuk átlépni, nem tudjuk elkerülni, egy huszárvágással megoldani. Kénytelenek vagyunk szembenézni velük. Kénytelenek vagyunk elhordozni őket. És bizony-bizony sokszor ez a ránk nehezedő teher talán attól olyan nehéz,
hogy valahol önmagunkat kell elcipelni, valahol a saját töredékességeinket, a saját sérültségeinket, a saját sértettségünket, haragunkat, általános igazságtalanság érzetünket kell elcipelnünk valahol életünk végéig, és az önnön hibáinktól, a saját bűneinktől szabadulni bizony nagyon-nagyon nehezen tudunk. Állandó önnevelés, folytonos önreflexió, nagyon nagy odafigyelés kérdése, nagyon nagy az Istenbe kapaszkodás kérdése az egész, hogy vajon hogy tudunk könnyíteni rajta, vajon hogy tudjuk azt a vállunkra való felfekvést, a ránk szabottságot kényelmesebbé tenni, hogy tudunk megküzdeni vele, és nagyon sokszor ezek nem rajtunk kívülálló dolgok, bár örömmel vagyunk a körülmények áldozatai. Nagyon szeretünk így felmentést gyártani a saját magunk számára, de valahol ez a viszintes szár, ami ránk nehezedik, sokszor éppen önmagunk, a saját sérültségeink, a saját bűneink súlya nem tudjuk átadni. Talán csak egyetlen egy valakinek, aki ott a függőleges szárnál vár bennünket. Csak egy valaki tudja levenni a vállunkról ezt a terhet, de addig el kell hurcolni. Addig szembe kell vele nézni, megkerülni, elodázni, elhárítani, semmilyen módon nem vagyunk képesek.